Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Tolcsvai László, a mai beszélgető társam. Micsoda megtiszteltetés ez nekem. Üdvözöllek, szia! Jó estét, vagy jó délutánt, vagy jó reggelt. Hát, amikor este van, amikor beszélgetünk, akkor is este van, meg amikor a hallgatók hallják, akkor is. Az az érdekes, hogy mi gyorsan elkezdtünk itt beszélgetni, mielőtt még bekapcsoltuk volna a kamerákat, a mikrofonokat. Soha nem bakizom ennyit, most zavarban vagyok, látod? Mert hogy, de nem, a tisztelet miatt, mert hogy ráadásul találkoztam már a Brodyval, találkoztam már a Szörényivel, ők is ültek ebben a székben, de nekik valahogy elfelejtettem elmondani, amit neked már elmondtam az imént, hogy van egy fonográf dal, amit mi annak idején a Sing Sing zenekarral feldolgoztunk, és az volt az egyik legnagyobb sikerünk, a Lögdi de a Sört. És aztán tudod, mi ilyenkor mindig azt nézzük, hogy mi van ráírva a lemezborítóra, ki a szerző, és emlékszem, hogy akkor még valakit fel is hívtunk, de szerintem az nem te voltál, hogy engedélyt kérjünk. És persze mehet. De aztán mondod, hogy ti úgy írtátok a dalokat, hogy a szerzőket... Ezt a nótát. Ezt a nótát, én konkrétan emlékszem, a Balatonon volt egy ilyen Kővirág nevű retteretes ilyen szállás. Orri turnék alatt ott váltották egymást a zenekarok. Történetesen azon a nyáron, mondjuk a fonográf két hónapig turnézott, és azok volt egy ilyen terasza, hát most építészileg nem akarom kifejteni ezt, hihetetlen épület volt, mindegy, jó bulik voltak ott, meg jó volt oda hazamenni, meg pihenni a bulik után, és a balatoni turné az különben is egy ilyen kitüntetett helyzetben volt, és akkor Levi kijött a verkére, a Levi Szörényi Levente. Igen. Egy mandolinnal, és azt mondta, mit szóltok ehhez, hogy és elkezdte ezt játszani. És baromi jó volt. És akkor mindenki hozzátett valamit, nem nagyon kellett, tehát az úgy adta magát, és úgy egyeztünk meg annak idején legalábbis. Úgy emlékszem, hogy ez egy fonográftól. Mert ugye ez a egész, ugye a Tini hozta a szöveget, hát a Tini írja a szöveget, hát ott nincs mese. És igen, csak valahogy mindig fel voltatok tüntetve mindannyian, zeneszerzőnek és szövegírónak is, de ez azért volt, mert hogy ennyire jó barátság, ennyire jó szövetség volt a fonográf. Hát úgy volt, hogy általában a szerző hozta, vagy jegyezte a dalt. Hát, volt olyan, hogy a Levi írta nagy részt, én írtam a nagy részt, és a Móricz Misi írt még dalt. És néha írt a Szabolcs, néha még olyan is volt, hogy a Németh Oszi egyszer-kétszer jött valami ötlettel, és hát ez abban az időben ilyen fontos volt, hogy ki írja a nótát. Általában aki a gerincét hozta a dalnak, a gerinc alatt lehet 60%-ot érteni, 90%-ot, akár 100%-ot, az a dalszerzője. A szövegíró minden esetben a Bródi János volt. Ha már belekezdtünk ebben a fonográf sztoriba, egy kicsit maradjunk, aztán majd csapongunk ide-oda, kicsit korábbanra, kicsit későbbre, vagy jóval későbbre. De a fonográf az egy olyan csapat volt, ami mind a mai napig azt gondolom, hogy egyedülálló Magyarországon, mert ti hoztatok valami olyan ízt, amit előtte szerintem Magyarországon senki nem játszott. És én ezt nem tudom, hogy ti ezt abban az időben éreztétek-e, hogy ti mennyire különlegesek vagytok. Akartatok-e különlegesek lenni, vagy ez a lényetekből fakadt ennek az egész zenekarnak a különlegessége? Hát, nem hiszem, hogy különleges. Persze minden zenekar külön akar lenni, mint a másik, meg minden zenekar saját magát akarja kifejezni, de mi azt hiszem, hogy a barátságon alapult ez az egész dolog. Tehát ez nem egy projekt volt, vagy egy team, vagy mit tudom én mi, hanem egy baráti összeesküvés, ami a zenén keresztül kötötte össze a tagokat, és az az összhang, ami lejön itten 40 év után is, az tulajdonképpen ebből ered. Ebből ered. Mindenki a tudása maximumát adta, és zenekar voltunk. Ez alatt értem azt, hogy persze volt mondjuk két szólistája. Én lágyabban énekeltem, a Levente ugye dinamikusabban, de ma Misi meg egy ilyen hozzátett, de ez olyan, mint a Beatles, tudod, hogy nem lehet elválasztani igaziból egymástól, mert a dalok, amikor mondjuk bevittem egy nótát a fonográf, ha így tetszik, elvittem a próbára,
akkor mindenki hozzátette a magáét. Nem feltétlenül a dallamhoz vagy a harmónia menethez, hanem az egészhez hozzáadta a saját egyéniségét, és a mi lenne, ha azt játszanánk, mi lenne, ha én itt, itt én csak itt szállnék be, mi lenne, ha úgy lenne. És ez ettől az oda-vissza hatástól lett ez ilyen nagy összhang. Mondjuk nekem mindig mániám volt a sokszólamú ének, valaki egyszer azt mondta, hogy ahova beteszem a lábamot, több szólamba kezdenek el énekelni. Én ennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, mert szerintem a zenében a közösség teremtő része a legjobb. Hát ha tudott te is, hogy miért. Én is tudom, csak pont ez az a lényeg, hogy ma már teljesen más világ van nyilván, és most már alakulnak úgy zenekarok, vagy előadói tímek, projektek, hogy először is felmérik a piacot, és azt mondják, hogy mi leszünk azok, akik ilyen meg olyan zenét játszunk. Igen. És mivel, hogy a fonográf ilyen idézőjeles szupergrup volt, tehát már előtte ti ismertek voltatok más zenekarokból, azt gondoltam, hogy ez nálatok már valamennyire megvolt, hogy direkt valami erre formáltátok. Nem, ez tulajdonképpen egy ilyen zenei szeretet volt, tehát a Levi meg én nagyon összecsengtünk már azelőtt is, tehát amíg én a Tolcsvaik és a Trióba játszottam, a Levi meg az Illésben, igen. Mi már akkor is nagyon zenei barátok voltunk. Mm-hmm. Sok áthallás volt a két zenekar között, de tehát ez nyilván a mi közös zenélési akaratunkból jött létre ez a zenekar, de ami a lényeg, hogy szerintem a Zeppelin se azért alakult, mert majd milyen sokat pénzt lehet keresni. Vagy a Pink Floyd. Tehát itt volt egy olyan ősi erő, ami egy nemzedéket összekovácsolt, és az ilyen zenekarokban tündökölt ki. Na, ami még mondom. Nagyon szép a fonográf történetben, hogy sosem volt tagcsere. Hogy ezt hogy csináltátok, miközben mellettetek, veletek egy időben, meg hát azóta is, a zenekaroknál szinte kötelező. De tényleg úgy tudjuk, hogy szinte kötelező. Jó, vannak ellenpéldák. Figyelj, az olyan, mint a feleségcsere. Uh-huh. Tehát az nem úgy van. Az nem úgy van. Most vagy meg tudunk valamit lelkileg összhangban valósítani, hiszen azért játszunk együtt, de ha azon múlik, hogy ki tud gyorsabban gitározni, vagy kinek van jobb hangszere, vagy nem tudom én mi, akkor megette a fene az egészet. Hát de az, hogy barátok tudtatok maradni még, az meg. Hát az nagy ajándék. Az is fontos. Nagy ajándék az életnek, igen. Tolcsvai László, a mai beszélgető társam, beültél hozzám egy kávéra, és mondtad, hogy ilyen későn már nem kávézol, mert nem fogsz tudni aludni, de hát itt nem lehet nem kávézni. De ez finom. Miért amúgy nem finom a kávé? De nagyon kávé őrült vagyok. Tényleg? Az mit jelent, hogy hányat iszol egy nap? Hát nem, kettőt iszom igaziból egy nap, reggel és délután. A délutáni kávé az egy szertartás. Na, az mit akar, ezt most írd le, hogy mit jelent a délutáni kávé szertartás, az hogy marha működik? Egyszerű, az a kis úcska kis olasz kávéfőző. Az a kotyogós? Az a kotyogós. Aha. És az zseniális. És azt én pont annyira töltöm, meg persze finom kávé van, most azt hiszem éppen kolumbiai kávét iszom, de és akkor az pont úgy van, egy pici kis tej, és nem teszek bele cukrot, tehát élvezem a kávé ízét, de ez ragaszkodom, ez az ősi kávéfőzőhöz, ha nem kellenek ezek a prések. És ennek kapszulás. Állandó időpontja van, állandó társaságod van. Igen, körülbelül hozzá. 2 és 3 között van ez a kávézás, és ha valahol a világban vagyok, akkor is egyszer csak rám tör ez a kávé igény. Sokat utazol egyébként? Mostanában nem, mióta volt ez a pandémia, meg minden, azóta én is egy kicsit visszafogottabb vagyok, de nagyon szeretek utazni, és nagyon, hogy mondjam, sok helyen voltam, a legjobban itt most azt szeretem, amit autóval el lehet érni, legyen az a, mondjuk nevezzük meg földközi tenger. Aha. Azt szeretem a legjobb. De miért jobb autóval, mint mondjuk repülővel? Mert akkor magam ura vagyok. Ha nem bírom a repülőgépen ezt az 5 órás semmit tevést, mielőtt elindulunk. Hát igen, csak 5 óra alatt a repülő, ja, hogy 5 óra semmit tevést. Hát érted? Csak egy 2 óra alatt mondjuk a repülővel sokkal messzebbre jutsz el, mint az autóval. De addig már az autóval már nem vagyok. Az igaz, mert nem vagyok Júlianában. Érted, amíg végre bejutok, és állok ott a atrocitás, nem szeretem. Annyit utaztam életemben repülőgépen, hogy ezt már nem szeretem. Én azt szerettem, amikor a repülőgép ilyen
kicsit elegáns volt, tudod, hogy... Igen, ez annyira érdekes dolog, hogy az ember a munkája miatt bejárja a világot, igen, vagy a félvilágot, akkor onnantól kezdve van-e még kedve utazni, van-e még kedve, nem tudom, elmenni a világ másik felére, vagy akkor jó itthon maradni? Van, itthon is nagyon szeretek lenni, de nagyon szeretek utazni, tehát nagyon szeretek látni, nagyon szeretek ott lenni, nagyon szeretem, amikor külföldön vagyok, akkor nem szeretem szóval az ottani életet akarom megismerni, az ottani ételeket, az ottani szokásokat, az ottani, hát, nem tudom, én beszélek olaszul, meg angolul mondjuk, az egész jó, hát mondjuk olaszul nem annyira, mint amennyire kéne, mert 4 évig a gimnáziumban azt tanultam, de aztán ugye a zene miatt mindenki angolul beszélt, és akkor nem, de hát azért nagyon élvezem, hogy szót értek. Bár azt nem szeretem, hogy újabban az olaszok angolul válaszolnak. Pedig régen ez volt, hogy Olaszországban, igen, meg a franciák is, igen, azt mondták, hogy nem beszélnek csak franciát. De most angolul már mondom, hát miért válaszol angolul, hát én olaszul beszél. Azt mondja, igen, de mindenki angolul beszél. Jó, hát ők is a turizmusból élnek, igen, akkor kénytelenek. Igen, persze, világos. Van-e olyan, ami na, kedvenc, tehát jobban kiemelkedik a többi közül az úti céloknál? Ilyen például Olaszországban? Igen, azért mondom, a földközi tenger, minden, ami a földközi tenger partján van, az engem nagyon vonz. És akkor az olasz ételek is, gondolom. Hát persze. Amúgy tudok főzni, úgyhogy... És mit? Bármit. Én is tudom főzni, hozzá... de én meg tudom mondani, hogy tojást meg virslit, tehát... Ha nem rontom el. Akkor megyek. Hát azért ne. Beszélgetni viszont ide tudom. Ide figyelj, a világon az egyik legmegnyugtatóbb és legkreatívabb és legjobb dolog, hogy az erre azt szoktam mondani, de annak megnyugtató, aki tud. Engem annyira idegesít, hogy nem tudok. Ebbe tökéletesen nem. Az a helyzet, hogy Isten nyugosztalja a német oszi, a fotográf együttes dobosa, a szakács volt. Tehát amikor mi turnéztunk, és de már Tolcsvai zenekarba is, ha turnéztunk, akkor főztünk magunknak. És nem vittetek magatokkal szakácsot, mint a világsztárok? A német oszi otthon, dobol és szakács. Hát ennél költséghatékonyabb dolgot nem tudom. Hogy provokálnak egy kicsit, mert tényleg vannak világsztárok, akik így turnéznek, hogy saját konyhát visznek meg, stb. Érdekes meg. De hát akkor ezek szerint nektek ez meg volt. Mi a fonográfban egy barkasz mikróhúzba ültünk, amiben nem fért volna már be egy másik szakács. Na, én ezt tulajdonképpen a mai eszemmel, meg ilyen sportcsarnoki koncerteknél végig élem ezt a mai világot, de az a közösség, ami mondjuk egy ilyen korabeli zenekar volt, az tovább tart lelkileg. Mert ráadásul ti még úgy turnéztatok, hogy tényleg, hogy elindultatok mondjuk március 1-én, és akkor haza se jöttetek, nem tudom menni. Hát egy hétig biztos, igen. Persze. A mai turnék azok, persze. A péntek-szombati buli az már turné. Na de ne felejtsd el, hogy egy Budapest-Nyíregyháza út az olyan 7 óra volt. Hát mondjuk az is igaz, hogy ezért. Azon a két sávon, tudod, ahol mentek a lovaskocsik, meg a biciklik. Ah, jó Isten. Ez érdekes volt. Összezárva. Igen. De az a jó, hogy jó társaságban volt. Összezárva, az úgy történt az összezárás, hogy amikor éhesek kezdtünk lenni, akkor az volt, hogy menj egy kicsit arrébb. Te nem, mindig rám ülsz, menjél már arrébb egy kicsit. És kiderült, hogy ez azért van, mert ilyen a táplálékszerzési állati ösztön, és az ember megpróbálja saját helyét kivívni. Evés után ugyanez a röhögésben folytatódott. És nyilván akkor még nem volt minden sarkon egy benzinkút, hát ahol főtt kajáktól kezdve mindent lehetett kapni, tehát otthonról el kellett hozni. Vagy az alapanyagot, hogy vagy az alapanyagot, igen, vagy pedig hát időnként volt egy-két étterem, ahol ehettél egy rántott májat. Nem túlzom el, azért volt jó kaja akkor is, de nem voltak ilyen gasztronómiai kirándulások. Na, hát látod, amikor én útra keltem, már voltak, ezért nem tanultam meg főzni. Tolcsvai Lászlóval beszélgetünk, hát jól elkalandoztunk így a... Jó, bocsánat. De nem baj. Hát, ha akarsz valami vezérvonalat, én beleállok. De az van, hogy igazából itt az szokott lenni a vezérfonal, amit a velem szemben ülő el szeretne mesélni. És azt látom, hogy teljesen mindegy, hogy mit kérdezek, te arra válaszolsz. Tudod, mi érdekel, hogy a Tolcsvai trióból hogy lett Tolcsvai és a trió?
Mert a Tolcsói Trió nyilván egy háromtagú csapat volt. Igen. És aztán ti ketten a testvéretekkel bevettetek még három embert, és ők lettek a trió, pedig a Tolcsói Tesók. Nagyon egyszerű a történet. Én a Balázs Gáborral, aki szintén már nem élő, ő volt a Tolcsói Trió bőgőse. Én osztálytárs voltam vele a Tolli gimnáziumban, és úgy alakult a zenekar, hogy én a bátyám, meg a Gábor. Uh-huh. Ő volt a bőgős. És a Gábor egy év, másfél év után nagyon elkezdett érdeklődni a jazz iránt. Uh-huh. Az lett az ő professziója. Hát később aztán stúdiót 11 basszusgitáros volt, és konzervatőrömi tanár, stb. Én borzasztóan szerettem, szerintem a Tolcsói Trió volt a világon az egyik legeredetibb zenekar. És a Gábor, hát nem tudtuk összeegyeztetni, kivált a zenekarból, barátok maradtunk, meg minden, csak nem lehetett. És akkor Béla... Akkor még nem volt az, hogy egy ember több zenekarban játszik, ugye? Nem, hát akkor az vér és dasszövetség volt, ezt nem lehetett. és nem, nincs, mindenhol én vagyok a basszusgitáros. És akkor ketten maradtunk a Bélával, és kifejezetten én nem szerettem, kevésnek tartottam ezt a hangzást, nem a Bélával való munkát, azt szerettem, meg hát ugye eredetileg is így vagyunk, gyökerileg eleresztve, tehát pontosan tudjuk a mai napig, hogy mit gondol a másik, és akkor jött egy ilyen Bob Dylan is dolgozott a band együttessel, meg a Simon és Garfunkel is ilyen kísérő, szóval, hogy legyen egy dob, meg egy basszusgitár, meg nem tudom én. És akkor így lett ez a Tolcsóik és a trió. Először csak két emberrel találkoztunk, a Moritz Misivel és az én Német Oszkárral. Egy dominóval, presszóba játszottak, és ott választottak, és utána később a Cipó Tibi a mini együttesnek volt a basszusgitáros, az ős mininek, és ő meg ilyen barát volt, szóval minden, minden így zajlott az első kerület, 12. kerület, szóval ezen a környéken ezek mindig ilyen, előbb volt emberi barátság, mint zenei barátság, és akkor ebből lett az, hogy Tolcsóék és a trió, ezt meg próbáltuk még megtartani ezt a nevet, hogy a trió is rímeljen erre a dologra. Az az érdekes ebben, hogy a Tolcsói Trió és a Tolcsói és a Trió összesen talán 5 év? 5 év. És mégis szerintem nincs ember Magyarországon, főleg akik mondjuk foglalkoznak zenével, vagy hallgatnak zenét, akik ne ismernék ennek a két zenekarnak a nevét. Ma már 10 éve létező zenekaroknak is felkapjuk a fejünket, hogy jé, van ilyen? Tehát, hogy 5 év alatt nektek sikerült elérni valamit, ami látod még majdnem 50 év távlatából is beszédtéma. Pontosan. Igen. Úgy, hogy igazából ez alatt az 5 év alatt azért nem halmoztátok el a közönséget nagy lemezekkel. Hát nem lehetett akkor nagy lemezekkel elhangozni. Nem úgy volt, hogy jó napot kívánok, szeretnék egy nagy lemezt csinálni. Hát azt mondta a Hungaroton, hogy az lehet, hogy lesz szeretnének, de hát nincs kapacitás. Hogy mit tudom én, mi a jó Isten. Máig nem tudom a magyarázatot, nem voltunk elkényeztetve felvételekkel. De közönségetek volt? Igen. Klubokba játszottunk. A bátyám találta ki a Kertészeti Egyetem klubját, játszottunk a Vásárhelyi klub, az de facto a Béla ment be, és azt mondta, hogy olyan szép ez az épület, nem kell ide egy klub. És akkor ott az első alkalommal a Tolcsóék és a Trió meg a Lokomotív GT játszott a klubba 71-be. És ezek a klubok tartottak minket életben, meg a vidéki fellépések, és akkor nagy nehezen lett egy nagy lemezünk, az is azon az áron, most félre ne értsék, nagyon szeretem őket, és rengeteget dolgoztunk együtt, különösen Zsuzsával, Kocz Zsuzsával, hogy azt mondták a Hungarotonban, hogy csak akkor lehet minket eladni, hogyha ez a három énekesnő, a Cini, a Kovács Kati és a Kocz Zsuzsa énekelni fog a lemezen. Ez nem okozott problémát, mert szerettük őket, meg együtt dolgoztunk, mind a hármukkal. De hát azért egy zenekar önérzetét ez sérti. Hogy miért nem mi nem vagyunk elegek, vagy hogy van ez. És most valaki csinált velünk egy antológiát a Bélával, meg velem, pont erről az 5 évről,
a korabeli felvételeket összegyűjtöttek, meg beszéltünk erről az időszakról, és egymásban is most fedeztük fel, hogy átrágtuk magunkat a múlton, és akkor ugye idézni kellett volna itt ilyen videófelvételeket, mint minden, és kiderült, hogy ennek a Tolcsvaik és a Trió formációnak egyetlen egy tévéfelvétele sincs 3 évi működés alatt. Pedig akkor igazából... És mégis megmaradt a kékszínű virág. Ez a marha érdekes. Ez, ahogy mondod, hogy mentetek vidékre, és akkor honnan tudta a vidéki művház igazgató, vagy művelődés szervező, hogy ti léteztek? Tehát hogy tudtátok a hírét vinni a zenekarnak? Nem volt se internet, se Facebook. Hogy tudta a bátyám... Se tévészereplés nem volt se lemez. Hogy tudta a bátyám 73-ban egyedül megszervezni a Miskolci Rockfestivált? Arról majd külön szeretnék beszélni, mert az is egy érdekes dolog. Mert az is szájhagyomány útján terjedt. Egyszer csak kiderült, hogy először is mindenki igen mondott, az összes zenekar. Aha. Nem volt fellépti díj. Nem volt semmi. És mégis. Összehordtuk a cuccot, és a Rózsitól kezdve, nem tudom én, a Mini együttesen át a V-motorokig, akkor még V73 volt, ugye a Lerpisti bandája, szenzációs zenekar volt. A V-mobil akkor már voltak, ők ott voltak, vagy Gézaró volt még akkor? Igen, ezt most már meg nem mondom, szóval az már régen volt, és ez a szájhagyomány, nem tudom. Nem tudom. Hát volt olyan, hogy félház előtt játszottunk vidéken. Volt olyan. De azok is örültek. Igen. Akkor legközelebb már teltház volt. Csak egy pillanatra visszatérek ahhoz az egy lemezhez, amire azt mondod, hogy és igazad van, hogy igen, kicsit méltatlan, hogy titeket úgy lehetett csak eladni a lemezgyár szerint, hogyha ha 3 akkor népszerű énekes énekel a lemezeteken. Viszont ez a 3 népszerű énekes soha korábban is azóta sem szerepelt egy lemezen együtt. Például. Igen. A Konzsuzsa, a Kovács Kati és az Aratnai Sarolta. A Cinivel és a Katival turnéztunk egy, sőt, volt egy olyan turné, a Cini, Kati, Máté Péter és a Tolcsvaik és a Trió. Ez bejárta mondjuk Kelet-Európának. De ez azt jelenti, hogy akkor ti kísértétek. Mi kísértük őket. De játszottátok a saját műsorunkat. Igen, és játszottuk a saját műsorunkat is, és aztán jöttek a csajok, meg a Péter, akivel imádtam együtt zenélni. Gyerekkorunk óta ismertük egymást. Hihetetlen muzsikus volt, és nagyon jó volt vele együtt muzsikálni. Szóval ez egy ilyen ősközösség volt, nem tudok más mondani. Nekem sose jutott az eszembe, hogy kell azt elintézni, hogy a Kovács Kati első lemezén mondjuk a Tolcsvai zenekar játszon. Valahogy olyan evidencia volt. Nagyon flexibilis banda voltunk, tehát volt nekünk egy saját világunk, aha, de ha valaki hozott kívülről egy nótát, azt is el tudtuk játszani, és ezért a énekesnők szerettek, 4 szólamba tudtunk énekelni, stb. Tehát ez fontos volt. És hajlandóak is voltatok bármit eljátszani. Miért? Hát én nekem akkor már Zsuzsával a koncert komoly saját életem volt, tehát azért én már mindjárt 69-ben vagy 70-ben írtam neki nótát. Tolcsvai Lászlóval beszélgetek, olyan jó ebben a múlt időben benne lenni egy kicsit. Mindig azt gondoltam, hogy ha lenne egy időgép, akkor én a 70-es évek elejére mennék vissza. Mondjuk akkor már éltem, mert 70-ben születtem, csak 1-2 évesen még nem jártam koncertekre. De nem lenne útleveled. Nem, de... Gondolj de, vele. Oké, útlevelen nem lenne, de itthon is annyi minden érdekes dolog történt. Oké. Hogy az, hogy te például olvasom több helyen is, hogy te már 16 évesen színpadon álltál, dalokat írtál, hogy ez egy olyan világ volt, hogy az ember akkor valahogy sokkal inkább kilógott a tömegből akkor, ha a hangszert fogott a kezébe, nem? Tudod, mi volt? Ez volt a szabadságnak a lehetősége. Anélkül, hogy útlevelem lett volna, ez volt az igazi szabadság. Tehát az sugárzott rólunk, gondolom a kortársainkkal, akikkel együtt lőttünk fel, hogy mi szabadon azt csinálunk, amit akarunk. És ez igaz volt? Ez igaz volt. Persze, hát letiltották, meg nem engedték azt a szöveget, meg stb. De nem állt senki fölöttetek és ütött a hátatokat, hogy így vagy úgy játszátok? Igen. Igen. Csak tehát maximum nem engedték megjelenni, vagy valami. Hát nem jelent meg. Aha. Nem jelent meg, de attól még el lehetett játszani. Tehát attól még a Miskolci Művházban elő lehetett adni. Abszolút, de nem is ez a lényeg,
hogy melyik szám, melyik dal miről szólt, és mi ellenállók voltunk. Az ellenállás az abban mutatkozott meg, hogy megfoghatatlanok voltunk. Tulajdonképpen nem értették, hogy mitől vagyunk boldogok, amikor úgy néz ki, hogy nem igazán boldogok a többiek. És ez az a szabadság szerintem, ami a mai napig hat ezeken a dolgokon keresztül. Pedig az igazság, hogy én azt gondolom, hogy az akkori vezetés is ugyanúgy boldognak szerette volna látni az embereket, és ti a boldogságot vittétek tovább. Tehát, hogy pont hogy támogatni kellett volna. Voltak itt támogattak, most nem akarok itt nagyon ebbe belemenni, lényeg az, hogy az egyszerűbb és a limonádébb dolgokat támogatták, amiben ugyanúgy lehettek jó előadók, meg művészek, de akinben volt valami kis progresszió, meg valami egyéni akarás zeneileg, az nem volt támogatott. Szóval az nem tudom, attól féltek. Pontosan ezért, mert a szabadságot közvetítettük. Legyen az bárki. Tehát én attól függetlenül, hogy Benkő Lacival nem játszottam egy zenekarban, ott a benne majdnem, de attól függetlenül egyformán éreztünk a világról, vagy bárkit mondhatnék. Bárkit mondtad. Igen, és ilyen legendák vannak, hogy kik voltak betiltva, kiket nem engedtek. Olyanok is mondják, hogy nem engedték őket, akiknek aztán volt lemezük. Utólag persze már mindenki ellenálló volt, stb. Viszont az az érdekes, hogy ti nem voltatok, nem tudom, egy ilyen vad, kemény rock zenét játszó zenekar. Talán szövegben sem voltatok annyira elrugaszkodva a valóságtól, hogy tiltani kelljen. És hát ti voltatok az első crossover, amennyire én tudom. Tehát, hogy ma már ez tök nagy divat, hogy különböző kultúrákat, zenei kultúrákat összekeverni, és pont neked, vagy nektek ez fontos dolog volt, hogy valahogy ezt a magyar névzenei vonalat, meg a beat zenét, vagy a rock zenét, ezt így egy dalon belül, egy zenekaron belül nekem meggyőződésem, hogy bocsánat, hogy a szabadba vágok, meggyőződésem, hogy a rock zene az a világ névzenéje. Tehát, hogy mi a Tolcsvai Trióval, ugye ellenállásképpen, vagy zenei neveltetésünk, Kodály Zoltán növendéke volt a szolfés tanárnő, tehát ilyen egyenes vonalban, édesapám muzsikus volt, tehát ez, hogy az ember Magyarországon a magyar népdalt evidenciának, vagy vérének tartja, az természetes volt, tehát amikor mi elkezdtünk zenélni, akkor ez egy elhatározás és egy spontán kialakult helyzet volt, hogy mi magyar népdalszerű zenét fogunk játszani. Nem konkrét a népdal feldolgozás, csak olyan, mintha népdal lenne. De én aztán később öregségemre rájöttem, hogy a Paul McCartney is ezt csinálta. Ő is ír zenét írt, vagy a Rolling Stones is blues-t írt, vagy a Zeppelin, vagy a nem tudom. Tehát ez a fajta a rockzenének az eredeti, a beat zene, az összegezte és közel hozta a világ népeit egymáshoz. Tehát én ugyanolyan anyanyelvnek tartom az ír népdalt, vagy az amerikai népzenét. Nem a country-t, nem a country, az nagyon speciális, az egy bizonyos, hanem ami a blueson és a bevándorlók zenéjén, tehát az ír, angol, száz, német, mit tudom én, milyen népzenén alapult, vagy fertőződött zene, azt mi megértettük. És nekünk mármint lelkileg értettük meg, és ettől a saját anyanyelvünkön, a saját népdalaink nyelvén is teljesen természetesen tudtunk létezni, legyen az az illészenekar, vagy teljesen mindegy ki, bárkinek a zenét be tudom, még nem álltam neki, de be fogom bizonyítani, hogy a világ népzenéje az az emberiség zenéje, és ezt a rockzene szülte meg ezt a helyzetet, hogy ebbe a tégelybe mindenki bele tudta tenni a saját népének a hangját, és egy közös nyelven szólalt meg, és nekünk mázlink van a nyelvünkkel is, mert a német zenekarok szegények, vagy akár a lengyel zenekarok, és nem azt mondom, hogy nem énekelnek szépen a saját nyelvükön, de nekünk a magyar nyelvvel volt egy nagyon sajátságos ritmikai és hangzó helyzetünk, ami ehhez az angol szász eredetű fertőzéshez tökéletesen illett. Pedig mennyien mondják, hogy sokkal könnyebb angolul énekelni, mint magyarul énekelni. Na, állati szép magyarul énekelni. Igen.
És amikor a magyar misével turnéztunk Németországba, és csináltak egy ilyen brosúrát, ahol le volt fordítva németre, meg angolra, meg bizony flamandra, meg mit tudom én mire, akkor azt mondták, hogy ez nem kell nekik, tudják, hogy mit éneklünk. Pedig magyarul. Magyarul énekeltünk, igen. Tolcsvai Lászlóval beszélgetek, és ha már a magyar mise szóba került, most ugrunk egy nagyot, jó? Mert hogy, illetve csak egy kicsit, mert van egy kérdés, most ami eszembe jutott, mielőtt még rámennénk arra, hogy te is óriási nagy darabokat írtál, amit a világban mindenhol játszanak. Ott van az István a király, amit a egykori zenésztársaid, vagy mondjuk a zenésztársaidhoz kötnek, Pródi Jánoshoz és Szörényi Leventéhez. Akkor abban az időben, az a 80-as évek eleje, szinte mindenhol a háttérben a fonográf zenélt különböző lemezeken. Igen. Ezen is ti játszottatok? Alap István királyt a fonográf zenekar játsza, a szimfonikus zenekaron kívül. Persze, azt mi játszunk. Persze. Akkor ti azt tudtátok, hogy ez mekkora siker lesz? Nem, lehetett érezni, nem, hogy ez most odaver rendesen? Hát azt lehetett érezni a Levin, hogy nagyon, nagyon tudja, hogy mit akar. Uh-huh. És az tulajdonképpen mi abszolút a fonográf tímen, vagy mit tudom én, kín keresztül tökéletesen ki tudtuk szolgálni, amit ő akar. Mm. De azért voltak ötleteink, tehát az, hogy a Misi mit fog gitárszólozni, azt nem a Levente találtak. Mondjuk elárulhatom, hogy a végső kórust, amikor az Operaház kórusa fölénekelte az egész István királyt, akkor ez a fonográf zenekar hozzá énekelt még. Hát most hogy mondjam finoman, hogy minden szót érteni lehessen, mert a tínédzser szövegei azok hihetetlenül fontosak az egész ország számára. Azt a fonográf alapozta meg zeneileg. Nem azt mondom, hogy én bármit is írtam abba. Mondjuk, amit zongoráztam, azt a mai nap hallom és emlékszem, hogy miért azt zongoráztam. Azt nem lehetett tudni. Aztán hát ott az valami olyan erőmű jött. Hát nem lehetett tudni, hogy a Vicky Dál, meg a mit tudom én, hát egyik jobb volt, mint a másik, aki abba beleszállt. És igen, és egy... nyilván ez annyiszor megfejtették már, hogy első a legnagyobb, és pont csúcson hozzá voltak ezek az énekesek akkor. Bocsánat, nem csak azért, hát azért zseniális dallamok és fantasztikus szövegek. Tehát nagyon jó volt maga a darab is, zeneileg is, szövegileg is, és ráadásul akik szerepeltek benne, eleve sztárok voltak, stb. Na de azért ez fontos, hogy ott a háttérben, akik dolgoztak ezen a zenén, azért az szintén nem véletlenül szól ilyen jól. Egy házi stúdióba vettük föl, amit most már a Phoenix Studio-nak ismernek, a Bohus Janinál, otthon a garázsba. Ott kezdtük el fölvenni, és aztán eljutottunk, amikor már két 24 sávos magnum ment egyszerre, tehát a menet közben már érezni lehetett, hogy ebből valami szenzációs dolog lesz. És akkor, amennyire tudom, a fonográf is nagyjából addig működött ilyen nagyon aktívan, és te már akkor dolgoztál ilyen zeneműveken, vagy az István a király hozta neked is az ihletet? Én nagyon korán veszikpantott a színház, de akkor még nem vettem komolyan. Uh-huh. Tehát ilyen Ludas Matyi, meg ilyen dolgokat, ilyen nyári zenés darabokhoz írtunk zenét, most írtunk alatt a Brodyval írta a szöveget, de akkor még nem éreztem azt, hogy nekem a színházhoz ilyen nagyon közeli kapcsolatom lesz, de mondjuk a komplex muzsikálást azt szerettem, én már akkor nagy hangszerelő voltam, és már mint úgy értem, hogy ha valamit úgy akartam, hogy szimfonikus zenekar szóljon a háttérben, mondjuk az első villamosnál, vagy mit tudom én, akkor én ezt fogtam és megírtam a kottát. Ilyen szempontból én ilyen... De úgy írtad meg a kottát, hogy az összes hangszerre? Persze, persze. Én ilyen hát szóval értek. És nem csak a... Nem De csak úgy értesz hozzá, hogy te ezt tanultad, vagy beletanultál, mert hogy érdekel? Nekem az apukám muzsikus, hogy tanultam persze zeneiskolában, de nem tanultam például hangszer. Hangszerelés, azt ösztönösen tanultam akár a Beatlesből, akár a szimfonikus zene iránti szeretetemből, vagy az opera iránti szeretetemből, és mintha a papám is zenetanár volt, és az ő könyvei, tehát olyan, mintha otthon tanultam volna.
a Zeneakadémia helyett. Nagy mázlim volt, mert a papám nem csak egy zseniális muzsikus volt, hanem a barátom is, és ez nagyon hozzásegített ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megkérdezzem tőle, és kifigyeljem. És a... Ezt hallottam, hogy néha ott hagyott direkt az operán bizonyos kottákat, hogy hátha felkelti. Igen, ilyen görsvényeket tudod, gyakoroltam a mit tudom, a Beethovent, vagy az ilyen új gyakorlatos Cserny volt, egy ilyen cseh zeneszerző, akinek ilyen fantasztikus, kifejezetten zongorabb növendékeknek vonatkozó új gyakorlatai voltak, és akkor egyszer csak oda tévedt a tekintettem, és ott volt a Porgy and Bess-ből a valamelyik nóta. Gyönyörű kottába, tehát maga a kotta is szép volt, a fedőlapja, és akkor kinyitottam, és akkor próbálgattam, és akkor a papa meghallotta, és akkor oda jött, és azt mondta, mit szólsz ehhez a harmónia fordulathoz, és akkor egész másról kezdett el szólni a dolog. Természetesen a következő zongora órán összekavarodott az ilyen, mert nem tanultam meg a új gyakorlatokat. De viszont valamit, amit mások nem. Tudtam valamelyik görsvény nótát cserébe, és ez az én egész zenei, hogy mondjam, habitusomhoz hozzátartozik, hogy nem, ez azt is szeretem, ha csak egy szál gitárral játszom, de meg tudok írni egy szimfonikus zenekart, és ezt nagyon élvezem. Kettő között óriási különbség van. Hát igen, ez az én legnagyobb bajom. Hogy az emberben hol dől el, hogy na most akkor ez egy olyan dal lesz, amit én egy szál gitárral fogok előadni, vagy nem tudom, még száz másik ember. Vagy három évvel ezelőtt a szabadtéri színpad a Margit szigeté, ugye bemutatta a magyar misét augusztus 20-án, és a igazgató asszony megkért engem, hogy írnék még valamit. Az jutott az eszembe, hogy persze, hát nagyon boldogan írok valamit, de az jutott az eszembe, hogy ilyen szöveges művet most éppen nem tudnék írni, mert nem tudom, hogy mit akarok szövegileg mondani. Csak az jutott az eszembe, hogy írok egy rapszódiát. A rapszódiában benne van a szóban is, meg a zenei műfajban, hogy hol lent vagyok, hol fönt vagyok, hol indulatos vagyok, hol harmonikus vagyok, tehát rapszódikus magyarul. És akkor egy szimfonikus zenekar, és az mázlim volt, nem én intéztem, hogy az Operaház zenekara játssza el, hogy Kocsár Balázs elvezényelje. Én csak megírtam a művet, és írtam egy új magyar rapszódia című művet, ami effektív szimfonikus zenekarra volt írva, mert hát tudok, most hogy mondjam, hogy ne hangozom. Ha így van, nem, akkor így mond. Nem, úgy van, az az igazság, nem az a lényeg, hogy tudok-e kottát írni, hanem az a lényeg... Nem, hát azért nagyon elkezdesz szégyelni. Jó. Nem, az a lényeg, hogy én minden ilyen dologhoz, mondani valóhoz választom meg a műfajt. Hát írtam balettet is. Azt is egyébként ilyen meggondolásból 94-ben, az volt az első magyar szabad választás, és annyira idegesített az, hogy egymás ellen beszélnek az emberek, nem nagyon értettem, hogy rájöttem, hogy írnék egy musicalt, az lenne a címe, hogy Bábel. És most fölhívtam a Müller Pétert, hogy megvan Péter az új musicalünk címe, Bábel. Szóval a Péter, oké, milyen nyelven? És azt mondtam, hogy akkor a balett nyelvén. És meg is írtam, és a Győri Balett bemutatta. Óriási. És mert hogy ez bosszantott, ez a bábeli nyelvzavar. De ez mekkora, hogy amikor a két művész, vagy három művész összejön, és, igen. És ráéreztek egymásra. Nagy ajándék az élettől, hogy nekem ilyen 40-50 éves barátaim vannak, és munkatársaim. Tolcsvai Lászlóval beszélgetek, kicsit szorít már az idő, közben nézem, mert annyi mindent beszélünk, de... Hosszú életem. De hál' Istennek igen, tehát nehogy kimaradjon valami fontos, mert aztán engem fognak fejbeverni itt a hallgatók a ház előtt. Hogy például a magyar miséről nyilván, tehát azt nem tehetjük meg, hogy nem beszélgetünk. Mint ahogy a Mária evangéliumáról sem, tehát azt sem tudjuk kihagyni. És azért is fontos ez számomra, mert hogy ha megnézzük az addigi munkásságodat, amiben nyilván a zene volt a te fő feladatod, valahogy a vallás, vagy ezek a vallási témák nem volt ennyire jelen. És aztán egyszer csak ez lett. Így nem volt jelen, de az érzelem és a békesség és a
Hát, mit mondjak, hogy nem mondjak ilyen nagy szavakat, amit ma nagyon sokan használ, mindegy, kimondom, a szeretet, ez fontos volt mindig, mindig. Hát kezdve azon, amit mondtam, testvérek kezdtük el játszni, muzsikálni közösen, barátság lett a dologból, és minden olyan dolog, ami ezt sugalna. Amikor a Mise megszületett, akkor én egy ilyen nagy életváltásban voltam, és elköltöztem a városból, és azt hittem, hogy már vége van ennek a fonográf zenekarnak, meg mindennek, ami engem inspirált ebbe a létbe. 80-as évek közepén 80-as vagyunk. Évek elején vagyunk, és akkor a Koltai Gábor megkeresett, hogy kéne írni egy ilyen rockmisét. És akkor rögtön arra gondoltam, hogy nem azt kéne megmutatni, hogy az eredeti liturgikus szövegeket el lehet énekelni ilyen módon is, meg lehet mögötte dobolni, meg majd elektromos gitár, meg nem tudom én, hanem arra gondoltam, hogy az én egész életem fő lényege az a közösségteremtés, valsi akarat. És hogy ezt megpróbálnám ebben a misében, vagy ebben a zenei műben demonstrálni. És miután ezt a vad dolgot végig gondoltam, hogy egy népzenekar, egy operaénekessel és egy rockzenekar hogy fog együtt szólni, akkor rájöttem, hogy a Mise tételei ezt maguktól meg fognak ennek ágyazni. És akkor így együtt énekelt a Ifjú Csóri Sanyi a Pitti Katival, a Dés Lassi szakszizott, a nem tudom milyen világválogatott játszott, a Rózsi énekelte a premiért, és akárkihez elmentem és elmondtam, hogy én készülök egy ilyen dologra, akkor mindenki azt mondta, hogy oké, benne vagyunk. És mindezt akkor, gyorsan hadd tegyem hozzá, mondom, én 70-ben születtem, tehát a 80-as évek közepén, én akkor egy tini gyerek voltam, és nekem kötelező volt templomba járni, amit pont a kötelezősége miatt nem szerettem. Az normális. De azt tudom, hogy azért ezt nem lehetett nagy dobra verni. Ja, persze. Tehát, hogy akkor ez nem volt egy ilyen egyértelmű, hogy az emberek hisznek és templomba járnak. Még tehát, egy abban nagyon, abban a világban ez nem még volt egy annyira. Nagyon fontos dolog volt, hogy azt is végig gondoltam, és ezt a pap és egyházhoz közeli személyek, tehát effektív papokkal megbeszéltem, hogy én ezt meg fogom tenni, hogy nem csak a liturgikus szövegek fognak elhangozni, hanem írunk hozzá mi szövegeket. Hát az... És ez alatt azt értem, a bátyám jegyzi ezeket a szövegeket, de hihetetlen kupak tanácsok voltak az én otthonomban, a Dunakanyarban, ahol lakom. Kézeljön meg beszélést, hogy Makovec Imre, a bátyám, a Müller Péter, a Novák Tata, én, a feleségem, amit tudom én, hitvitákat tartunk a konyhában. Hogy miről kell szólnia a Glóriának, miről kell szólnia a Kiriének. És én csak szedtem, szívtam magamba, amit ezek az általam tisztelt, szeretett emberek mondanak, és aztán szorított az idő, és akkor elmentünk Olaszországba, és nyaralni, meghívtak ismerőseink, ugye még 86-ban vagyunk, itt vannak az oroszok. Igen. És beléptem a Szijjénai templomba, és a orgona alatt ilyen hatalmas, viszintes harsolák vannak ottan. Kiráz a hideg, abban a templomban én is voltam. Na, és akkor azt mondtam, na, így fog kezdődni a mise, meg fognak szólalni a harsolák. És azt is tudtam, hogy a Kirije tételt a Csóri Sanyival akarom hallani. Mert az ősember hangot akarok hallani. És azt is tudtam, hogy a Sanctus tételt egy operaénekes nő fogja megkoronázni. Akkor még nem tudtam, hogy a Pitti Kati, azóta barátok vagyunk. És azt lehetett misének hívni? Kellett egyeztetni valami egyházvezetővel a szövegeket? Még ott is probléma volt vele. De amióta tudom, hogy van olyan ember, most megint nagyot fogok mondani, és nem szeretek, de most már elég öreg vagyok, aki ettől tért meg. Azóta tudom, hogy csináltunk valamit. És a mai napig játsszuk. A mai napig játsszuk. Fontosnak tartottam, hogy abban a hitetlen világban, amiben lehet, hogy neked kötelező volt templomba járni, de az emberek nem nagyon tudták,
tudták, hogy mit jelent ez. Abban a hitetlen világban kezdődjön úgy a mű, hogy egyedül vagyok állj mellém, ebből mindenki tud azonosulni, és legyen úgy, hogy keresétek egymásban a békét, ebből van vége a misének. És közben bejárunk egy zenei és egyéb utat. Hát ez, innentől lettem egyébként színházi zeneszerző. Ezt hallotta az Ádám Otto, és azt mondta, hogy te fogod írni az első musicalt a Madách Színházban. Eltelt 40 év, és ez még mindig mennyire aktuális. Tolcsvai Lászlóval beszélgetünk, és megkérdezed, miközben éppen nincs bekapcsolva a mikrofon, hogy nem baj-e, hogy ennyire komolyak vagyunk. Hát, hogy ez szerintem ez hozzád méltó. Tehát, hogy, és ráadásul azokról a művekről beszélünk, amiket te írtál. Hát most itt próbálhatunk viccelődni, de hát az meg akkor kimaradna nagyon sok minden, ami a te életednek része volt. És nem is biztos, hogy ez alatt a kis idő alatt, ami most nekünk jut, meg tudunk mindent beszélni. A Mária evangéliumáról azért szeretnék nagyon fontos művet szerintem, bár nyilván van még egy csomó, ami aztán még mindig abban a korszakban van, ahol még mindig nem olyan egyértelmű, hogy az emberek járhatnak templomba, és hát kicsit azért szembe mész mindazzal, amit az egyház tanít. Hát nem a Mária evangéliumában, nem tudom, mivel megyek szembe. Arról az oldalról közelített az egészet, igen. Ahonnan az emberiség általában közelíti, hanem igen. A nő oldaláról közelíted igen. Meg. Igen, de hogy szembe mész. De akkor az egész emberiség szembe megy, mert mindenki a Máriához fogászkodik. Mert az anyánkhoz fogászkodunk, mert a földet is úgy mondjuk, hogy anyaföld. A nő, a befogadás, a békesség, ez lenne a világ értelme, a természet nő nemű. Hogy mondjam, nekünk magyaroknak nagy mázlink van, hogy az István király a Máriát választotta védőszentté, mert talán spirituálisan ránk is borul ez a ilyen fajta kegyelem, és amikor a Péter, Müller Péter megkeresett, hogy ő írt egy ilyen művet az anyáról, Máriáról, akkor én abszolút abban a pillanatban éreztem, hogy ez rettenetesen fontos dolog, az egész evangéliumi történetet úgy elmondani, hogy mit szólt ehhez Mária? Ez, ami történt a fiával. Ugye az evangéliumok és minden írás Jézus életéről beszél. És nem tudjuk, néha megjelenik a Mária. Na de pont ez a lényeg, nincs erről semmiféle feljegyzés, hogy mit gondolt, mit mondott. Na de mindegyikünknek van édesanyja. Hát nehogy már ne tudjam. Hát nyilván ugyanazt érezte ő is. Hát persze. Mint általában az anyja. Persze. És minden anyának a saját gyereke ugyanannyira fontos. El is hangzik a dalomba. Igen. Minden anya Istent lát a gyermekében. Abszolút így van. Lehet olyan, hogy valamelyik művet fontosabb számodra, mint a többi? Van ilyen? Nyilván mindegyik a saját gyermeked, de hogy... Mondjuk a Mária... Nem tudom, mert mindegyik. Persze. A doktor Herz, vagy a nem tudom én. Bemutatták Angliába, hát hihetetlen, hogy milyen ajándékokat kaptam ilyen szempontból a műveimtől. Hát nincs ilyen konkrétan, hogy ez a kedvencem. Azt érzem, hogy a Mária evangéliuma jól sikerült. Most lesz hülyeség, hogy ezt mondom. Zeneileg ott nagyon ki tudtam, nagyon átéreztem, és nagyon ki tudtam fejezni magam. De ez már mint úgy értem, hogy meg tudtam valósítani, amit szerettem volna hallani. És ezt érzem most is, most volt, tavaly kezdődött egy turné, és remélem, hogy idén is lesz még sok előadás belőle. Egy új fiatalok által játszott színpadi produkció, a Mária evangéliumából, Julonics Tamás rendezte, remekül. És ez a produkció itt kalandozni fog az országban, reményeink szerint idén is. És hát ugye eltelt 32 év a bemutató óta, és bizonyos dolgokat én éreztem, amikor írtam a darabot,
történetesen a Stabat Mater tételt, amikor írtam, akkor volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy ez most nagyon kiszalad itt a kezem alól, ez a motívum. De olyan, mint hogyha valaki más vezetné a kezed, ilyen értelemben? Ez túl nagy szó, ezt nem mondanám. Még az is lehet, hogy nem, ezt én nem szeretem használni, és nem hiszek ebben, mármint hiszek benne, de nem tudom. Csak azt tudom, hogy akkor átment rajtam valami érzés, és valami nagyon mély érzés, amikor ezeket a harmóniákat lefogtam. És ha most ott tart a darab, és a Mária énekli a halott gyermekét tartva a kezébe, akkor látom, hogy a közönség ugyanazt érzi. És akkor az nem én vagyok. Akkor az nem én vagyok. Eltelt 32 év a bemutató óta. Ez alatt a 32 év alatt, ha csak technikai szempontból nézem, hogy mi minden változott a világban, akkor is nehéz lenne felsorolni. Egy darab változhat? Vagy kell-e változnia ugyanannyit? Tehát a mai közönségnek a Mária evangéliuma ugyanúgy szól, mint 32 évvel ezelőtt, ugyanazzal a hangszereléssel, nyilván a dalok nem változnak benne, a zene nem változik, a szöveg nem változik, a dallam sem, de például a hangszerelés kell, hogy változzon, hogy modern legyen, hát most, hogy mai legyen. Most az az örömöm van, ugye a Madách Színházban mutatták be annak idején, ott még nem volt zenekar, ott még fél playbackről ment a darab. Most igazi zenekar játsza. De hát ugyanazokat a hangokat játsszák. Valamit változtattam, de ezt a kifejezést, hogy korszerű, ezt én nem szeretem. Mert a korszerűt azoknak az embereknek kell játszani, akik most születnek, vagy most alakítják az életüket. A Mária evangéliumát nem kell korszerűsíteni. Persze a színpadi rendezésnek van ezerféle variációja. Van az arhaikus, szentképszerű, most egy ilyen modern rendezésben van. Nekem ez is tetszik. De a zenén nem változtat ez. A zenén nem. És az énekeseken. Ugyanezt tapasztalom, amikor elkezdődnek a próbák, és szembesülnek azok a művészek, akik 30 évesek, 20x évesek, és nem találkoztak az eredeti művel. Meglátják a kottát, meghallgatják, mit kell csinálni, és amikor szembesülnek a színpadon azzal, hogy mit játszanak, akkor ugyanaz az érzelem gazdagság önti el őket, függetlenül attól, hogy hány mobiltelefonjuk van, mint ami annak idején a Sáfár Mónikát, aki a premiért énekelte, hogy a Sasit. Tehát én hiszek ilyen szempontból, megint mondom, ebbe a zene közösség teremtő erejében. Ez a legfontosabb a muzsikálásban, hogy úgy vagy szólista, hogy közben hallott, hogy mit csinál a másik. És ez szenzációs érzés. Tolcsvai Lászlóval beszélgetünk. Az utolsó körben a Nemzeti Dalról szeretnék veled beszélgetni. Mert amikor ez adásba kerül, mi egy olyan vasárnap, illetve egy olyan hétfőn beszélgetünk, ami még február, viszont amikor ez adásba kerül, akkor pont március 15-e van. És március 15-én a Nemzeti Dal az mindig előkerül, ráadásul abban a verzióban, ahogy azt te megzenésítetted 1973-ban. Igen. Az felkérésre volt? Dehogy is. Látod, hogy a párt felkér arra, hogy zenésítsem a Nemzeti Dalt? Nem. Az úgy volt, hogy 72-73-ban már nagyon szigorúan vették a március 15-i ünnepségeket. De volt egy csapat, egyetemista, ma már tudjuk név szerint is akár, hogy kik tartoztak oda, de van egy csomó ember, aki nem. Tudjuk, hogy ki. Akik spontán elkezdték megünnepelni a március 15-ét, és de az alatt azt, hogy elmentek a március 15-ére, onnan elmentek a Batthyány Mécseshez, onnan följöttek a várba, és a végén a Táncsics börtönénél emlékeztek, meg nem csináltak semmit, csak nem hőzöntek, nem kiabáltak, csak emlékeztek. Igen, ám csak a Hunyadi János úton a rendőrség várta őket már 72-ben is, és 73-ban is. Mert bizony, féltek attól, hogy majd valamit ott hőzöngeni fognak. És ugyanebben az évben, ugye 73 volt Petőfi születésének 150. évfordulója, a KISZ azt mondta, hogy na fiatalok, akkor zenésítsetek meg Petőfi verseket. Hát gondolták, hogy a Megy a Juhász a szamáron, meg a Füstbe ment terv, meg amit tudom. Én meg azt mondtam,
hogy ez is egy Petőfi vers. És én tudtam fejből a nemzeti dalt, mert az általános iskolában, ahol jártam a Várban, ott volt egy történelmi magyar szakos tanár, aki megtanította nekünk, kötelező volt a 19. század költőit, a nemzeti dalt, a szózatot, és néhány ilyen abszolút hazafias verset a állásával és az életével játszott az 50-es, 60-as években, emiatt, de mi tudtuk. Tehát amikor jött ezt a gondolatom, hogy megzenésítem a nemzeti dalt a Tolcsvaik és a Trió nevű zenekarhoz, aznak, akkor tudtam fejből. Tehát nem kellett kinyitni egy Petőfi kötetet. Leültem a Várba a papám zongorájához, és elkezdtem muzsikálni, és csak azon gondolkoztam, nagyon rövid idő alatt kijött belőlem, és csak azon gondolkoztam, hogy megengedhetem-e magamnak, hogy a refrént csak két verszakonként fogom elmondani, mert a Petőfi versének ugye minden verszak végén ott van a Magyarok istenére, mert hogy ez zeneileg így lesz jó. És azt mondtam, hogy megengedhetem magam. Hát azt megengedhetem, hogy megzenésítem, és akkor kigyakoroltuk a zenekarral, még ahol a Várklubban játszottunk, ott, ahol most a pénzügyminisztérium épül, ott volt a Várklub, ott játszott a Tolcsvai zenekar, kigyakoroltuk, eljátszottuk a közönségnek, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, nem tudom hányszor. Folyamatosan mondták, hogy még vissza újra? Hát olyan volt, kiszakadt belőlünk. 73-ban mindenkit elvittek katonának, Brezsnyev elvtárs minden, és akkor én jövök ebben a nemzeti dallal. Én egy szelíd gyerek vagyok, de akkor éreztem, hogy most ez valami. Akkor eljátszottuk ennek a bizottságnak az országos rendező irodában, ültek a cenzorok, nyomtuk a nemzeti dalt. Hát életem egyik legszebb pillanata. Ennyire halálra vált arcot tudod látni. Az egyiknek fölment a vérnyomása, a másiknak lezuhant. Aztán elkezdtek velem beszélgetni, hogy én nagyon tehetséges vagyok, de ezt a Petőfi verset nem lehet így ordítozni, és stb. Stb. És tudtam, hogy na, akkor ez most megvan, megszületett valami. Évekig nem játszottuk, mert ugye fölbomlottak a zenekarok, meg azt nem tudom én, és 81-ben a Koncert című film felvétele kapcsán játszottam el először, addig a Szabad Európa nyomta egy valami zug felvételről. Na, ezt akartam kérdezni, hogy volt ez felvétel? Ebbe a klubban valaki hozott egy magnót, mert híre ment, hogy mit fogunk játszani, és a hat eljátszott nemzeti dalból egyet fölvett, és az valaki egy ilyen kezdetleges magnóval, igen, és Szabad Európa ezt szallagos magnóval, és a Szabad Európa ezt nyomta, amire szintén büszke voltam. Na, így már nem csodálkozom, hogy nem készült velünk tévéfelvétel. Hát, most már értettem. Idő alatt, meg hogy de aztán... De nem lettél parkolópályán ezáltal? Nem mondták a fonográfnak, hogy jó, csak ezt a Tolcsvai vagy gyereket, ezt valahogy... Hát nem tudom, mit mondtak, de nem mosolyogtak. Aha. Szóval, de ezt megszoktam, már addig is így volt. Addig is így volt. Tehát én nem mondom, hogy én vagyok a haza nagy ellenállója, ettől halálosan boldog vagyok, hogy ez nekem jutott az eszembe, és akkor meghallom egy ünnepségem, meg akkor büszke vagyok Petőfi Sándorra. Mikor vetted először ezt fel stúdióban? Tehát mikor volt először arra lehetőséged, hogy ezt a stúdióban 81-ben fel? 81-ben a koncerten hangzott el. Az egy élő felvétel volt, és aztán egy kicsit később vettük ezt fel. Vettük, hát nem is tudom, hogy lett. Most már van belőle azért egy-két felvétel. Most egy hirtelen eszembe jutott, hogy van még egy kapcsolódási pontunk. Egy nagyon ideig, 89-ben egy másfél évig laktam Szászhalombattán, és ott a helyi iskolákba turnéztunk március 15-én a bátyámmal. Bátyám gitározott, igen. Ugye akkor alakult meg a Sing Sing, és mi ott Szászhalombattán, és mi a sulikat végig jártuk, és ezt elénekeltük mindenhol ezt a dalt. Ezt meg a Ha én rózsa volnék. Van nekem is ilyen büszkeségem, hogy rá nem tudom, 20 évvel ezelőtt, vagy mikor Kézdi Vásárhelyen a Gábor Áron Rézágyója előtt énekelem Erdélyben, a papám Erdélyben született, és sose hitte volna, hogy a nemzeti dalt ott fogom énekelni. És ráadásul azon az onkorán írtad. Március 15-én, amit a papám Erdélyből, igen. Amit Erdélyből menekülve egy igen. Szekéren. Igen, mert a nagypapám ezt az zongorát vette a nagymamámnak, amikor a papám született 12 karácsonyán. Ez az zongora ma is megvan.
vigyázok rá, mint a szemem fényére. És be lehet még mindig hangolni, mert azt mondják, hogy ilyen nagyon régi zongorákat nem, ez egy jó, már nem ez lehet. Egy jó Förster zongora, angol mechanikás is. De hát amikor kitelepítették őket ugye a Trianon után, akkor a nagypapám elhozta csomó könyvet, és a zongorát hozott el. Pedig mennyire egyszerűbb lett volna ott hagyni? Hát hány kilós egy ilyen zongor? Hát elég, nem tudom. 5 mázsa biztos van, nem tudom. Itt van a várban, még ugyanott, ahol a papám. És játszol van. Rajta? Persze. Minden nap? Hát nem minden nap. Ma például játszottam rajta. De jó lett volna hallani. Hát sajnos lejárt az időnk, de nagyon jót beszélgettünk. Tolcsvai László, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.